Szép jó estét mindenkinek, köszönöm szépen, hogy ilyen szép számban eljöttetek, és a világbajnokság helyett ma egy másik sportot választottatok, és közkívánatra ma este a szabadságról lesz szó. Hát Szabadkán egyszer már beszéljünk a szabadságról is. És ugye ez egy olyan örök téma, amit az emberiség több ezer éve feszeget. És az, hogy mi a szabadság, az rengetegszer változott. Legújabban az, hogy szabad információ áramlás, vagy szabad szó. Van ilyen lap is, hogy szabad szó. Aztán szabad mozgás, szabad munkavállalás, szabad, szabad, szabad. Na mit szabad, és mit nem? Nézd meg, hogy hogyan szabályozzuk azt a szabadságot, amely úgy tűnik, hogy osztályrészünk, de valahol mégsem világos, hogy ez micsoda. Nagyon összefügg a szabad akarattal, és nagyon összefügg azzal a helyzettel, amiben születünk mi, mint emberek. Ha megnézed, hogy milyen helyzetbe születünk, milyen tudattal, milyen testtel bírunk, akkor ez minden, csak nem a szabadság. Tehát be vagyunk zárva egy háromdimenziós térbe és egy egydimenziós időbe. Megszülettél, és onnantól kezdve egészen halálodig egy ilyen egyenes vonalon szépen telik az idő, még akkor is, ha úgy érzed, hogy néha ez lassan telik, vagy néha nagyon gyorsan telik. Az időből, mint folyamból nem tudsz kilépni. Viszont szabadon dönthetsz, hogy a nap 24 óráját mire használod föl. Legalábbis az elején. Aztán, amikor az ember egy kicsikét megérzi, hogy az élet miről szól, és vállal kötelezettségeket, onnantól kezdve ez a szabadság más értelmet nyer. Nézd meg a tinédzser szabadság tudatát, nézd meg a 20 éves szabadság tudatát, aztán, amikor anyukák meg apukák leszünk, akkor az milyen szabadság tudat. Jó? Tehát az az érdekes, hogy mindenki függő helyzetbe születik. Látok ilyen kétkedést néha az arcokon, amikor erről beszélek, és most gondold el, hogy az alapvető függéseinkkel sem vagyunk tisztában. Világos, hogy mindenki reggeli, ebéd és vacsora függő, nem kívánt törlendő, de hogy szeretet függő, oxigén függő, társfüggő, állásfüggő, ez mind-mind-mind még hozzátartozik. Most képzeld el, hogy te 5 percre oxigén nélkül maradsz a nagy szabadság jegyében. Hát akkor már többet nem fogsz akarni. Tehát egy nagyon kötött, nagyon meghatározott helyzetbe születünk mi bele, és váltig a szabadságot, a tökéletességet, az öröklétet, ilyeneket szeretnénk. Vajon miért? Lehetetlen feltétel. Tehát az abszolút szabadságot elérni, az, hogy te mindentől független légy, előbb-utóbb élsz annyit, hogy belásd, hogy ez nem lehet. De akkor miféle szabadságról van szó? Hát talán arról, hogy szabadon ráláthatsz mindenre. Igaz természetedet, emberi mi voltodat tényleg nem köti semmi. Eredetileg semmilyen kötöttség nincs. Ha akadályt tapasztalsz, az valószínűleg egy teljesítetlen vállalásodból ered. És ha megnézed, igazából minden, ami névhez és formához köthető, az magában hordozza a tökéletlenség, a függőség minden elemét. És ezért volt korábban, és jóval korábban, az emberiség egy-egy hányadának, kis részének egy olyan törekvés, hogy szabaduljon meg ezektől a világi kötöttségektől, és vonuljon a sivatagba, vagy a hegyre, vagy a tengerpartra, és akkor ott keressen valamit belül a lelkében, amire nem jellemző az, hogy mennyire kötött az élet és a halál. Mi emberek tudunk gondolkodni, és tudunk logikusan, rendszerszerűen élni. De mi sokkal többek vagyunk ennél. A gondolat határai, azok jelzik a szabadságunk határait is. És pontosan ezért akartak a régiek, és nem csak a régiek, megszabadulni a gondolkodás kötöttségeitől, és a gondolkodás határain túlmenni. A szabadságot nagyon sokan szerették volna úgy, hogy nem tudták, hogy micsoda. És nagyon nagy
balesetek származtak belőle, egyéni, családi, társadalmi, civilizatórikus szinten is. Úgyhogy talán először azt kéne megtapasztalnunk belül, hogy mi az, ami a szabadságot akarja. És az az érdekes, hogy ha ezt keresed, akkor először a saját kötöttségeidre látsz rá. Ez a legérdekesebb. Tehát keresed, hogy mi az, ami eredetileg szabad bennem. Mi az, ami ezt a szabadságot igényli, akarja, mert valahol ebből a szabadságból van. És eleinte csak a saját kötöttségedet látod. Azt, hogy az akaratod mibe akad bele. És hogy teremt akadályokat magának és másoknak. És ezért, hogyha a szülői akaratot a gyermeki akarattal összeveted, ezek tényleg nem ugyanazok. Ne bolondozzál már, kisfiam. Nekem az kell, anyuka! Tehát másképp akarunk, mert más a szabadságfogalmunk, más az önképünk, más az ember és világképünk. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy a szabadság akarása is a tudatunk tisztaságától függ. Ha nagyon ismerjük az ok és okozat törvényeit, akkor megismerhetjük azt is, amely túl van ezen. De az szükségszerűen nem keletkezik és nem szűnik meg, nincs neve és nincs formája, mert mihelyt valami keletkezik, az meg is szűnik. Mihelyt névvel és formával rendelkezik valami, az az ok és okozat törvényeinek alávetett. De ennek a látása az a te dolgod. Ennek a látása a te szabadságod, és ha ezt már látod, akkor a kötöttségek ismeretében, a szabályok ismeretében dönthetsz. Ha tudatod tiszta, akkor tisztán döntöttél, ha pedig nem, akkor a saját kötöttségeid vezéreltek, amely önmagában még nem baj, csak ez az emberek összecserélik a szabadsággal. Ez a probléma. Tehát mi az, ami gondolkodik benned? Mi az, ami érez benned? Mi az, ami lát benned? És hogyha erre rájössz, akkor rájössz a szabadság eredetére is, és a kötöttségek, kötelezettségek eredetére is. Biztos, hogy a szabadságot nem az elszigeteltséggel és a magánnyal szeretnénk azonosítani. És hát társadalmi, családi kötelékekben élünk többségünk. Úgyhogy, ha megnézed a felnőtt típusú szabadságfogalmat, sokkal inkább közelít ahhoz, hogy szabadon határozhassam meg, hogy milyen kötöttséget vállalok föl. Nekem nem mondja meg senki, hogy milyen párt válasszak, milyen állást válasszak, hol éljek, milyen nyelvet beszéljek, milyen azonosságtudatom legyen. Tehát a kötöttségek közül azt válasszam, amelyik nekem kell. És ez mind-mind az énhez, a saját egóképethez, a saját helyzetedhez, életfelfogásodhoz köthető. Ezek mind-mind kötöttségek. És ez azért szép, és azért fogadandó el egy bizonyos tapasztalat után, mert a szabadság fogalma is relatív. Tehát valamihez képest szabad vagy kötött. Ez a relativitás adja a mi lehetőségünket. Ez a relativitás adja azt a távlatot, hogy tényleg dönthetsz a saját sorsod fölött, és nem a karmádnak vagy a robotja. De ha valaki az abszolút szabadság fogalomban gondolkodik, akkor úgy jár, mint a francia forradalom, amely kezdte 1789-ben a szabadság, egyenlőség, testvériség gyönyörűséges hármas jelszavával, és negyed évszázadon belül legyártotta Napóleont. A legkeményebb európai diktatúrák egyikét, az egyik legkarizmatikusabb és legpusztítóbb hadvezért. Akivel nem tudtak mit csinálni, hanem Szent Ilona szigetére viszontlátás, miután az orosz hadsereg egy rövid látogatást tett Párizsban, ugye, retúrjegy az urától, így. És amikor ennek a látogatásnak vége volt, akkor kiderült, hogy a franciák amennyire akarták azt a szabadságot, annyira rosszul tudták, hogy mi az, és el is vesztették. Tehát mi az, amikor nem csak szabadon döntesz, hanem meg is tartod azt a szabadság tudatot egy kapcsolatban, munkában, családban. Tehát hogyan ismered fel a kötöttségeket, hogyan tudsz megszabadulni tőlük, és hogyan vállalod fel tudatosan az életednek azokat a kapcsolatait, elkötelezettségeit, amelyektől az életed ér valamit.
amitől van minősége, amitől van értelme. Amikor látod, hogy nem csak valamiért, hanem valakiért is élsz. És ezek a vállalások, ezek vagy a lelkedből jönnek, és tudsz bennük hinni, mert szabadon döntöttél, vagy pedig engedtél a külső nyomásnak, meghajoltál valaki másnak az akarata előtt, és így nem tudod elvállalni ezeket a döntéseket egy idő után. És a szabadsággal és a szabad akarattal nagyon komolyan összefügg a hit, amiről az előbb beszéltem. Tehát csak a szabadon választott dolgokban, célokban, emberekben tudsz igazából hinni, és ez miért fontos? Ez adja az energiádat. Tehát, hogyha úgy érzed, hogy valamit kívülről rád erőszakolnak, és te meghajolsz előtt, akkor úgy tűnik, hogy alkalmazkodtál, pedig valójában a saját erődet veszítetted el. A szabad akaratban óriási energia van. És akármennyire is úgy tűnik, hogy kötöttségek tengerében élünk, mégis az a szikrányi szabadság, ami pillanatról pillanatra az életben a miénk, azzal jó, ha élünk, és jó, ha őszinték vagyunk magunkhoz, hogy ezt akarjuk, azt nem akarjuk. Ebben hiszünk, abban nem hiszünk. Ebben a lényben bízunk, másik lényben nem bízunk. Ezeket belül látni kell. És ez a látás, amit az előbb az elején is mondtam, ez a látás a szabadság. Ha a saját látásodat szándékosan lefokozod, elfedezed, nem gyakorlod, félsz tőle, megfutamodsz előle, akkor a szabadságod is elvész, a hited szerte foszlik, és elgyengülsz. És nem tudod élni az életet, hanem valaki vagy valakik mozgatnak, mert nem tudsz önállóan mozogni, nem tudsz önállóan dönteni. Úgy tűnik, hogy a látható univerzum 5% és a láthatatlan az 95%. Tessék utána nézni. Úgy tűnik, hogy a tudatosság 5% és a tudattalan lényünk 95%. És ezzel nagyon párhuzamos az, hogy talán a szabad akaratunk is így kb. 5%, és az összes karmánk, amiket itt viszünk a kis hátizsákunkban, az pedig 95%. És ez lehet, hogy még egy nagyon jó arány. De hogy pillanatról pillanatra mennyit látsz ebből a karmából, mennyit látsz a magaddal hozott ugye, tendenciákból, vágyakból, taszításokból, nézetekből, az már a te dolgod. Az már a te döntésed. És ez a belső látás, mihelyt az akaratodat befelé fordítod, ez a belső látás, ez kitisztul, növekszik, és egyre inkább a tiéd lesz. Egyre inkább azonos leszel igazi önmagaddal, és nem téveszted össze magad semmi és senki mással. Hát kapcsolatra szükség van, hiszen emberek vagyunk, és emberek között élünk. De kapcsolatfüggésre arra nincs. Tehát mindenki eszik és iszik, de bulémiára és anorexiára nincs szükség. Mindenki valamilyen szinten információt fogyaszt, de internetfüggésre és ilyen audiovizuális elvonási tünetekre nincs szükség. Tehát hol van az a középút, ahol az akaratod úgy érvényesül, hogy látod azokat a kötöttségeket, amelyeket fölvállalsz, látod a viszonyaidat, és látod a helyes működésedet, cselekedetedet ebben a társadalomban. Ehhez elsősorban azzal kell tisztában lenni, hogy mi az, ami ezt a szabadságot akarja, mi az, ami látja a kötöttségeket, az összefüggéseket, és mi az, ami vállal. Mi az, ami elvállal egy embert, egy helyzetet, egy munkát. És akkor a szabadság hirtelen értelmet nyer. Értelmet nyer, mert belül meglátod, hogy mi a dolgod, hogy kivel van dolgod, és hogy milyen célokat tűz ki az életben. Vigyázzunk, hogy ne ezek a célok tűzzenek ki minket, mert mostanában az ilyen életút marketing az eléggé erős. Nem tudod, mit akarsz? Majd én megmondom. Na, ez nem zen, és nem is szabadság. Ez ilyen lágy, finom, udvarias, kőkemény kontroll. Erre vigyázzunk.
Tehát amikor befele tekintesz, és megnézed, hogy mi az, ami megszületik benned, mi az, ami lát a szemeddel, hall a füleddel, gondolkodik a tudatoddal, mi az, ami akar, mi az, ami a szabadságot akarja, ez a szikra, ez a Buddha természet, ennek a szabadságnak a lényege. És utána pedig felismered, hogy milyen elképesztő kötöttségek között élünk, és gyakorlod a pillanat tisztaságát és a látás tisztaságát, és ezáltal a szellemi, emberi szabadságodat. És aztán ez már egy idő után nem csak rólunk szól. Sőt, rájövünk, hogy az életünk nagy részében, ha jól csináljuk, nem rólunk szól, hanem arról szól, akiknek ezáltal segíthetünk. Szerintem itt a kevesebb az több, tehát én most abba hagyom a bevezetést. És lehet kérdezni bármit. Hát akkor én azt szeretném megkérdezni erről a szabadságról, már most egy kicsit ugye egyéni szintekről beszéltünk eddig, nem annyira egyéni szintekről végül is. Az én kérdésem arra vonatkozik, hogy a szülés szabadsága az miért van ennyire elcseszve, szerinted? És hogy miért irányítják ennyire, és miért befolyásolják ennyire az embereknek a megszületését, túl azon, hogy a medicina, mint olyan, azt az részét úgy értem, de hogy amikor ott vagy így egy ilyen kórházi szülésnél, akkor nagyon érdekes tudatossággal, energiákkal mennek bele a szülés körül lévők egy embernek a megszületésébe. És ez számomra egy óriási kérdés, mert ezt így látom, és így érzékelem, és nagyon-nagyon, nem tudom, szóval nem próbálok érzelmekbe lemenni, mert akkor azt gondolnám, hogy bántalmazzák a nőket. Tehát konkrétan olyan durvaságok vannak, és olyan elképesztő szemléletmód, és valahol ez is egy kollektív dolog, mert jellemző nem csak nálunk, Magyarországon is, és... Telefon. Igazából mondjuk a nyugati világban ez már nem ilyen. A félelem és tudatlanság. Tehát amennyire a társadalom mondjuk vezető rétege, vagy ezügyben döntéshozó rétege, hogy milyen orvostudományi elveket fogadunk el, mi módon kezelünk betegségeket, vezetünk le szülést, problémákat hogyan oldunk meg ezen a területen. Hát itt még nem jöttünk a Montpellier-i egyetem hullakamráiból 1000 éve. Ez a nyugat. Tehát nem vagyunk hajlandók szembenézni azzal, hogy több vagyunk, mint puszta test és valamilyen homályos működés. A nyugati materiális szemlélet az az orvostudomány egészén megmutatkozik, és a közelmúltig egyeduralkodó volt. Azért volt, és azért a közelmúltig, mert kiderült, hogy ezt keleten egy picit jobban tudják. És most nem pont a szülésről beszélek, hanem arról, hogy a keleti gyógyítás szemlélete az nem csak az emberi testtel, hanem az emberi tudattal, és a tudatot és testet összekötő energiával is nagyon komolyan foglalkozik. Na most, ha egy picikét dogmamentesebben és tisztábban mernénk látni, ha gyakorolnánk a látás szabadságát, akkor beláthatnánk azt, hogy az ok és okozat hogyan működik a születés esetében is, fogantatástól a köldökzsinór elvágásáig. És amennyire kritikus ez a szakasz, annyira ugye tömegméretben nem értjük, és azért vannak ezek az elképesztő tiltások és ortodox korlátok, mert a társadalom végül is látja, hogy kicsikét csúnyán fogalmazva, ez az újratermelési mechanizmus, itt születnek az új adófizetők, tehát védjük meg. Ugye? Itten szaporodás van. És azt, hogy hogyan termeljük társadalmunkat újra, az bizony nemzeti kérdés. Identitásunk, társadalmi, szuverenitásunk, népességfeltöltésünknek a kérdése. És amennyire szent és fontos és elidegeníthetetlen joga mindenkinek, minden anyának és így apának is, hogy egészségesen, harmonikusan szüljön az anyuka, olyannyira kontrollálja ezt egy olyan csoport, akik nem biztos, hogy minden ízében értik és átlátják, hogy pontosan hogyan zajlik a szülés. Tehát egészen a közelmúltig nem volt vízben vagy víz alatti szülés, és ezt is ki kellett találni, hogy a statisztikák szerint sokkal, de sokkal harmonikusabb, fájdalommentesebb, kockázatmentesebb az, hogyha a magzatvízből nem egy ilyen hideg, fémszerű valamire csusszan ki az a szerencsétlen gyermek, hanem fogja, és egy
melegvizes medencébe először, ott kicsikét úszkál, és mondjuk szép lassan, hogy elvágjuk azt a zsineget. Tehát ez egy teljesen más szemlélet, és ehhez is jobban meg kellett ismerni a szülés mikéntjét, és annak természetét, és hogy az anya is, és a születendő gyermek is mind megy keresztül. Tehát például a prenatális szívfejlődési problémákat boldogult apám kutatta, és kiderült, hogy mennyire nem értjük azt, hogy már a második trimeszterben mi megy végbe, de hogy az elsőben mi, az egy kész rejtély volt. Tehát, hogy hogyan alakul ki abból a kis bebombázódó sejtből, amit boldogan találkozik egy másikkal, az a kis mélepény, aztán az egy fogja és egy ilyen kis hengerré, egy ilyen kis csővé alakul, és ez egyre hosszabbodik, és elkezd lüktetni. És abból a kis lüktetésből lesz egy ilyen kis dudor, az a dudor a szív. És annak a lüktetése szabályozza aztán ezt a hengert, és aztán ez elkezd szépen differenciálódni. Ez az első 6-7. Tehát ez egy elképesztően nagy rejtély volt, amíg a mikroszkópiát meg egyebeket nem találták fel, és nem vettük észre, hogy pontosan mi történik testben, és még messze vagyunk attól, hogy teljesen feltérképezzük, hogy mi történik lélekben ilyenkor. Tehát éberebb anyukák megálmodják a magzatot. Látják is, érzik is, és néha beszélgetnek is. Na, az aztán szép. Tehát például az otthon szülés, ez egy óriási ellentmondás még mindig nyugaton, és nem óhajtják a feltételeit megteremteni. Hanem inkább központosítom, kontrollálom, stb. És nem döntöm el, hogy egy adott terhesség esetén ez lehetséges, vagy annyira veszélyeztetett, hogy inkább nem. Mert van ilyen is. Tehát ha tisztán mernénk látni, akkor szabadok lennénk. Ha nem merünk tisztán látni, akkor a téves nézeteink börtönében vagyunk egészen addig, amíg másképp nem döntünk. És ennek megvan a pszichológiai háttere. Ez az újtól való félelem. Görög-latin szóval misoneizmus. Tehát félsz az újtól, mert nem tudod, hogy mit csinál. Tehát fordítsuk meg, ha tudod, hogy az hogy működik, akkor meg is újulhat. Ha nem tudod, hogy hogy működik, mert nem akarod, nem mered látni, akkor az nem újulhat meg soha. És az emberi szemlélet kérdése, és ha megnézed, ezen a bolygón humanoidok, mi úgy működünk, egész addig csináljuk a dolgunkat úgy, ahogy azt megszoktuk, amíg egy válság ki nem robbant belőle. Tehát meddig fogunk még szénhidrogén alapú üzemanyagokat eltüzelni? Tehát hány részecske per millióig kell a széndioxid tartalomnak fölmenni a légkörben, mielőtt ezek a nagyon hatalmas emberek úgy nem gondolják, hogy gyerekek, álljunk át már valami tisztábra. Tehát mennyi traumának kell még a szülőszobában bekövetkezni, amikor az emberek azt mondják, hogy mégis próbáljuk meg egy kicsit másképp szemlélni a gyermek születését, vagy ami ugye több időt vesz így igénybe a gyermek fejlődése szempontjából, az az iskoláztatás. Pedagógiai módszerek. Hogyan és mire tanítom? Minek nézem? Minek fogom föl azt a gyereket? És az elmúlt évtizedekben ugye, több ilyen komoly strukturális reformot vettünk észre, csak azt nem, hogy komoly színvonalemelkedés következett volna be a gyermekek bölcsességében, analitikus képességeiben, vagy abban, hogy hogy tud figyelni, hogy tud összpontosítani, hogy tud módszeresen, fókuszáltan tanulni, és nem csak az elitiskolákban, mindenhol. Na, ez nincs. Tehát nézd meg, hogy ez sohasem volt a tömegek osztályrésze. Ahhoz, hogy egy nagyobb tudati szabadság és ezzel cselekvési szabadság legyen a tiéd, ahhoz neked kellett erőfeszítést tenni belül, kérdéseket föltenni, az utat, a válaszadás útját elvállalni, és addig menni rajta, amíg választ nem kapsz. Nekem az lenne a kérdésem, hogy a szabadság az vajon minden ember életében meg tud nyilvánulni? Tehát engem mostanában elkezdett foglalkoztatni azt, hogy mi van azokkal, akik fogyatékosok, szellemi fogyatékosok. Hogy náluk ez hogyan működik, vagy van értelme az életüknek, mondjuk ilyen karmikus szempontból, vagy... Ha csak egyénileg nézed, akkor iszonyú nehéz eldönteni, hogy a fogyatékkal élők milyen szabadságfokkal rendelkeznek, hiszen az épp érzékekkel és kognitív képességekkel élőhöz képest ugye látható, hogy jóval kevesebb döntési szabadsága van sajnos.
De hogy ha nem egyénileg nézed, hanem az emberi kapcsolatok függvényében, a család, a testvérek, nővérek, esetleg társak függvényében, akkor egy fogyatékkal élőnek a jelenléte az, ami elképesztően erős tanítás és szemléletváltás azok részére, akikkel ő él. Tehát milyen tudati kölcsönhatás, lelki folyamatok zajlanak a fogyatékkal élők és a környezet között. És innentől kezdve már több értelmet láthatsz itt, de ne akarjunk mindennek értelmet adni. Csak lássuk azt, hogy az hogy működik. És én megmondom őszintén, nem tudom, hogy mekkora szabadságfokuk van. Nem tudom, hogy hoztak-e olyan döntést, mielőtt beléptek ebbe a testbe, hogy elvállalják-e ezt, vagy sem. Vannak olyan emberek, akik azt mondják és állítják, hogy születés előtt ezt már eldöntötték. Hogyan, miképp? Azzal még adósok. Miféle karma kell ahhoz, hogy valaki egy szülési hibával szülessen? Ez mind egyén függő, mind egyéni karma függő, és pontosan ezért kell nagyon nagy együttérzéssel és bölcsességgel figyelni azt, hogy kinek milyen szabadságfoka van ebben az életben és ebben a testben. És azok, akik konduktorok, ápolók, oktatók, gyógytornászok, és még hasonló szakmák, akik a fogyatékkal élőkkel foglalkoznak és megpróbálnak segíteni nekik, óriási felelősségük van azért, hogy a tudat szabadságát még ebben a helyzetben is növeljék, és megtanítsák őket alap dolgokra, megtanítsák őket valamilyen szinten önállónak, függetlennek lenni. Emellés, néha ehelyett is az a kérdés kívánkozik, hogy hogyan tudunk nekik segíteni. És a társadalomnak ki kell hozni magából azokat a mechanizmusokat, amelyek a fogyatékkal élőket segítik egy emberibb, önállóbb, minőségibb élet felé. És ez, ahogy mondtam, nem csak a fogyatékkal élők számára fontos, az ő számukra is, de a társadalom önbecsülése, önazonossága, helyes emberi minősége miatt is fontos. Hogy minek nézek egy másik embert, hogyan kezelek egy másik embert, hogyan gyógyítok egy másik embert, ez egy alapvető társadalmi norma, és ezen is el kell gondolkodni, ahogy mondtam, a kapcsolatokon és a viszonyuláson is, és nem pusztán egy egyéni definíción vagy egy szabadságfok megállapításán, mert ez az utóbbi, ez sokkal nehezebb, és nem csak nehezebb, hanem nem vezet olyan messzire, mint egy kicsikét kitágultabb, összetettebb kép. Jó? És mivel nekem is van gyerekem, és itt ez egy nagyon fontos dolog, hogy tehát már mit építünk a gyerekeinknek, hogy milyen példát mutatunk, hogy a szabadságokat, hogy ne korlátozzuk, tehát hogy úgy nőjenek fel, tehát olyan példát látjanak, és mik azok a fontos tényezők, amik még, tehát így át tudnánk ezzel kapcsolatban beszélni. A legnagyobb szabadság, amit megadhatsz egy gyermeknek, az a tiszta önazonosság, tehát az, hogy ő valójában kicsoda. És ettől az összes többi függ, minden, az összes döntése, hogy tisztán, világosan ismerje meg önmagát. Nagyon alanyinak tűnhet ez, de nem az. Ez mindennek az alfája és az omegája. A hibáinkat az önismeret hiánya okozza elsősorban. Elsősorban a hibákat magunkkal szemben tudattalanul követjük el, és aztán tudatosan megjelenik a világban, és úgy tűnik, hogy egy másik ember tette azt velünk, azt mi már magunkkal rég megtettük. Tehát az önismeret, a saját pszichém és tudatom működése az, amely a legnagyobbat dobja, és a belső szabadság az csak is ennek a függvényében érhető el. Ha nem látom saját magamat, hogy működök, hogy mi van bennem, milyen karmát hoztam le, akkor a céljaimat is nagyon felszínesen, nagyon tökéletlenül, hihetetlen hibákkal választom meg. Tehát az első és legfontosabb tény ezen az úton, hogy engedd hibázni. Különben nem tudja megismerni önmagát. Így van. Jó? Engedd hibázni úgy, hogy a korrekció módja az már a te anyai hozzáállásodat 100%-ban képviselje. Tehát azzal az együttérzéssel, azzal az átgondoltsággal fordulj felé, ahogy te szeretnéd, hogy a gyereket téged lásson. Tehát ez azért fontos,
mert hiába töltötök együtt 15-20-25 évet, attól függ, mennyit van otthon. Ez az idő, ez nagyon gyorsan elmegy, és mire föleszmez, kirepültek. És önállóak, és befejeződött a gyereknevelés legformatívabb időszaka. És ezt nem lehet visszahozni. Úgyhogy ezt az önismeretet, ezt a világismeretet a saját karakterén kell kezdeni. És ez úgy is mint kényszerbe jön. Tehát inkább dolgozzunk előre, és az ismeretek, a tudattere, a tudat tiszta reflexiós képessége legyen mindig nagyobb, mint az a kényszer, hogy ezzel a problémával meg kell küzdeni. És akkor nincs felesleges feszültség, csak motiváció. Akkor nincs ez a rugdalózás, hogy menjünk már előre, és csináljunk valamit, hanem útválasztás van, és elég céltudatos haladás. Tehát tényleg meg tudunk szabadulni egy csomó olyan szenvedéstől, amit mi gyártunk magunknak és másoknak egyaránt, ha ezt a tisztánlátást gyakoroljuk, ha ezt a tiszta tudatot műveljük. Tehát az út az azért út, mert van két széle. Egy bal szél, meg egy jobb szél. És azért érdekes ez, mert hogyha a szélsőségekbe belemegyünk, akkor le tudunk nagyon hullani, csúszni az egyik szélére is, meg a másikra is. És ha már az utat egy picit észrevettük, akkor mielőtt nagyon áttörnénk a patkát, azelőtt visszafordulni, akkor ráz. Tehát nagyon más a felület az útpatkán, mint az útnak a közepén. És ekkor észrevett, hogy ráz az élet, valami nagyon rázós, ezt mondjuk is. Nem sima, nem egyenes. És ekkor már korábban észre lehet venni a hibát, és nem kell az árokba megpördülni, és vontatót hívni, és az életünket egy karosszéria lakatosra bízni. Tehát az nem jó. Úgyhogy a korlátoknak ugyanolyan szerepe van. Most képzeld el, hogy a gyerek nagyon szereti a tüzet, és aznap már harmadszor égette meg a kezét. Hát akkor csak megmondod neki, hogy ezt nem kéne, hogy nem volt elég egyszer. Tehát engedett tapasztalni, igen, de belefeledkezni, szélsőségekbe menni, azt nem. Tehát engedjük hibázni, hogyha elkezd ragaszkodni valamilyen hibatípushoz, mert valahol valami módon élvezi, ragaszkodik hozzá, és tudod, hogy hiba. Akkor az az igazi kérdés nem az, hogy meg akarja tapasztalni, mert akarja. Bármiféle függésről, ha beszélünk, akkor ez erről szól, hanem hogy elég volt, vagy nem. Vagy pedig még szeretnél szenvedni. És van, aki szeretne, a legtöbb szeretne. És nem tudod megakadályozni. Csak azt tudod kimutatni, hogy ez hova vezet, és azt is meg kell kérdezni, hogy mikor szeretné, hogy elég legyen. Mikortól van eleged. És ez, amikor anyagfüggésről van szó, bármiféle pénz, öröm okozó szerek, különböző, ezt sokkal könnyebb belátni, mint amikor kapcsolatfüggésről van szó, amikor emberi viszonyokról van szó, és látod azt, hogy a gyerekeddel egy társkapcsolat mit csinál. És egy kilúgozza, leradírozza, átváltoztatja valami szörnyeteg, és a többi, amit te teljes anyai, óvó, féltő szereteteddel próbálsz ugye megelőzni, és nem tudod, mert a gyerek ragaszkodik hozzá. És ilyen kőkemény családi elnyomott viták, sérült szeretet, ilyen elképesztő vérző szívek vannak esténként a vacsora asztalon. És úgy tűnik, hogy nem lehet megoldani. De lehet, csak akkor, hogyha mered látni magadban is a saját reakcióidat, és nem igyekszel kimaszkírozni magad, hogy de én akkor is jó anyuka vagyok. Ugye? És hogyha önmagaddal mersz őszinte lenni, és ezt a fajta önmagadhoz való hűséget megadni, akkor tudsz a gyereken is segíteni, mert az igazi példamutatás az a te belső lelki tartásod. Te kenhetsz magadra akármilyen sminket, a gyerek egy másik sminket akar majd. De az, hogy te milyen arccal állsz a tükör elé, milyen tartással viseled a saját életedet, azt a gyerek örökli. És a gyerek ebből tanul, tehát a te lelkedből tanul. A külső példát azt nagyon ritkán fogja úgy követni, ahogy azt te szeretnéd. Én megmondtam neked, anyuka, ne magyarázzál.
elmúlik 16, ezt meg is mondja neked. Vagy még korábban. Jó van, rendben van. Elmentem, 10-kor jövök, kész. Eltelik 2 év, már csak éjfélkor. Utána már nem is mondja meg, csak küld egy SMS-t, hogy ne aggódj. Jó? Tehát, és akkor a szabadság így átalakul. Igen. De amikor az árokból kell összeszedni, akkor tényleg valamiféle nevelésre van szükség, és ezt minél hamarabb. Tehát mielőtt ezek a problémák kialakulnak, azelőtt, és az érzelmeidből tanul sokkal inkább, mint a gondolataidból. Jó? Tehát az a fajta látás és lelkiség, ami mindennapokban a tiéd, ami igazán te vagy, a gyerek azt követi. Tehát azért olyan kemény tükörkép a gyermek, és védhetetlen a visszajelzés. Minél fiatalabb, annál védhetetlenebb a visszajelzés, mert annál kevésbé egyéni a tudat. És akkor 3 éves gyerek beszól egyet, és így nézed, hogy ez honnan jött. A tükörkép. Az, igen. Mert akkor még nagyon-nagyon csorbítatlan, torzítatlan. Akkor még a saját karmája is alig játszik be, de 7-8 éves kora után már meglátod, hogy na, megtanult hazudni. Nem jó. Addig sokkal tisztább. És akkor ránéz, és azt mondja, hú, mekkorát tanultam most ettől a csöpségtől. A legtöbbször ezt nem meri be. Micsoda, mit mondtál? De tényleg ez így van, én is tanulok tőle, látom a tükörképemet, hogy ha hibáztam, akkor látom. Igen. Tehát nagyon komoly tükröt tartanak elénk, és ezzel emlékeztetnek minket, hogy ez a mi dolgunk, és nem is kevés a mi munkánk. Ezt a tükröt magunkban újra fedezzük föl, mert nagy nyugati bódhiszatvánk mondta, hogy ha nem lesztek gyermekek újra, nem léphettek be a mennyek kapuján. Nem azt mondta, hogy ne nőjél föl, és ne légy ilyen nagy rusnya, problématelt egoitás, mint mi mindannyian, mert azok leszünk, mindenki, úgyhogy számoljunk vele, meg a gyermekeid, meg az ő gyermekei is, tehát itt az fődi lét az ebből a szempontból nagyon megjósolható. De hogy újra gyermeknek lenni, és levetni ezeket a terheket, és elérni azt az eredeti szabadságot, ami a tudat és a lélek szabadsága, az lehetséges, és ez lenne a mi munkánk, és vagy a külső gyerek, vagy a belső gyerek, az emlékeztet rá. Mert hiába van, aki nem vállal vérszerinti gyermeket, de ugyanolyan tükröző felületek állnak elő, néha kívül, néha belül, és az a jó, ha mindkettő. Mindkettő. Tehát ezért a gyakorló szülők, akik meditációt gyakorolnak, tényleg minőségibb nevelést tudnak adni, és nem cseréli össze a saját aggodalmával, averzióival, megoldatlanságaival a gyermeknevelés tényét. Majd te folytatod, kislányom. A kislányom nem folytat semmit, ő egy teljesen önálló programmal jött le. Valamit megtanul belőled, de nem azt csinálja, amit te szeretnél, vagy megálmodtál neki. De ebbe a szülők bele tudnak szakadni, meg tudnak törni benne, hogy nem azt csinálja, pedig én jót akartam neki. Ugye? Tehát ezért kell az önismeret és a tiszta tudat kincsét magadban kicsiszolni, és ezt adni a gyereknek. És ez a legnagyobb, amit adhatsz neki, a tudat tisztasága és a döntés szabadsága az összes kötöttség között. És akkor nagyon nagyot adtál neki. Gyakorlásra szeretnék rátérni. Hát éppen ideje, mondjuk. Hogy ez mind nagyon jól hangzik, amit mondtál. Nem, csak egy tapasztalatot mondanék el, és ehhez kapcsolódik a kérdésem, hogy például a legutóbbi kismama, akinek a szülésen ott voltam, egy nappal a szülés előtt találkoztunk, és így a tantjámből bevillant egy ilyen érzés. Hogy? Ilyen, tudod. Egy ilyen intuíció, és úgy mondom, ezzel szerintem szülni fog, hogy így arra éreztem rá, hogy itt is tényleg másnap. És hogy ez olyan érdekes, mert először eleinte, hogy nem tudom ezeket, nem mindig tudom, hogy ez mi, de az a gyakorlás is meghozza, gondolom, hogy többet gyakorlok, hogy ez értékesebb legyen ez, és jobban előforduljon. Illetve a kérdés, hogy ez lehetett az intuíció, hogy jelentkezhet-e így. Tőlem kérdezed? Igen. Hát megvalósult, hát ott van a bizonyíték. De hogy tudod, miután megéreztem, és úgy lehetett az intuíció, hát az volt lelkem, tényleg az volt, de egy kicsikét azért beszéljünk még más szemszögből, más oldalról is erre.
gyakorolsz, akkor a tudatnak a saját dualisztikus akadályai, ahol fix nézeteid vannak, ahol ragaszkodásaid vannak, amit te már eldöntöttél magadban, ezek megint elkezdenek így relatíve működni, és megint élettel telnek meg, mert nem azonosulsz velük, nem ragaszkodsz ezekhez a nézetekhez, engeded, hogy esetleg másképp történjenek a dolgok. Ezt úgy mindenkinek ajánlom, hogy amiben nagyon hisz, mint ilyen gondolat, erődítmény, meg ilyen érzelmi, ugye, bomba találat. Tehát ezeket úgy kicsikét engedje el, és próbáljon meg ezektől függetlenül látni valamit. Na most, amikor ezt megteszed, ahol letokoltad és legátoltad magadat, ott egyszer csak valami más történik, és az info bejön kívülről. Tehát amikor gyakorolsz, akkor ezeket a tudati akadályokat bontod le. És akkor közvetlen át tud jönni tudattól tudatig, hogy pontosan mi történik a másik emberben. Ezt meg kell engedned magaddal szemben, és hogy téged is lássanak, hogyha valaki fel tudja fogni, akkor nyugodtan, ami jön belőled. Nem az, hogy beléd avatkoznak, nem erről szól. De ami jön belőled, az lehessen ugye mások tiszta tükrében info. És ekkor ez kölcsönösen működik. És akkor felfogod nagyon komolyan és nagyon félreérthetetlenül, hogy másnap szülni fog. Ehhez az kellett, hogy te ne döntsd el előre, hogy jó, hát akkor egy hét múlva volt kiírva. És akkor az nincs is úgy. A racionális gondolkodásod tudja legjobban agyonvágni ezt az intuíciót. Tehát megnézted az időjárást, körülnéztél, de valami mégis azt mondja, hogy vigyél magaddal ernyőt. És akkor azt mondja a kis racionális gondolkodásod, hogy ugyan már, hát már nem is mondott esőt. Az délután hatalmas, ne zuhatag. És akkor az, hogy miért? Hó, de, tehát én tudtam, hogy eső lesz. És én mondtam is magamnak, hogy vigyek magammal ennyit, de aztán azt is mondtam, hogy az nem lehet, mert az időjárás azt mondta. És ez hányszor van így? Tehát mikor hallgatunk már egy kicsikét igazibb énünkre és mélyebb önmagunkra ahelyett, hogy ezt a gépezetet, ezt a kis robotembert ugye követjük itt belül. Úgyhogy természetesen, hogy intuíció, tehát ezt tudjuk. Az a kérdés, piros pont lehet... és három fehér lámpa, de hogy hogyan tudod ezt tartósítani, és nem csak ilyen aprócska frekvencia sávokban érzékelni azt, hanem úgy alles zusammen, pillanatról pillanatra, amilyen helyzet, amilyen kapcsolat éppen föláll, hogy az úgy ott működjön. Ehhez kell a tudat tiszta tere, és az, hogy ez a tér nyitott legyen. Tisztán, tükörszerűen működő, világos tudat. És egy idő után leépül az a racionalitás, ami úgy azt mondja, hogy de lehet, hogy nem, de mégis, de mit lehet, hogy azt éreztem, lehet, hogy tudod, ez a kacsa. Az nem épül le, azt én elmondom neked, nem. Az nem épül le. A kacsa nem hagyja abba a hátfogást. Az nem, de megtanul néha elhallgatni. Na. Hát a racionális gondolkodás az nem egyenlő azzal a hanggyűjteménnyel, ami ott benned néha úgy csácsog. Ez a mind chatter, tehát a tudat fecsegése. Tehát nem egyenlő ezzel a racionális gondolkodás, hogy tud az csendben is, és úgy kicsit ilyen rejtett üzemmódban is működni, de az igazi dolgunk az, hogy megtapasztaljuk azt a nagyobbat, ami nem gondolkodik, és akkor az a picike kis gondolkodó patkánygyűjtemény, az elkezdi ezt szolgálni. Tehát valami nagyobbat szolgál a gondolkodásod. És akkor nem ragaszkodunk annyira a véleményeinkhez, és nem ordítunk és üvöltünk, hogyha valaki nem ért egyet a mi gondolatvilágunkkal, vagy nem azt érzi, amit mi érzünk. Hát elsősorban azt próbáljuk meg megérezni ezen nagyobbnak és nemesebbnek a tükrében, hogy a másikban mi van. Hogy a másik mit gondol, a másik mit érez. És ez az együttérzésnek az alapja, az együtt gondolkodásnak az alapja. És ha ez a nagyobb megvalósul, akkor a racionalitásod is valami egészen szépet és jót tud szolgálni. És az emberek meg tudják élni. Így lesz az arroganciából alázat. És működik a gondolkodás. Teljesen más hozzáállás. Jó? Tehát ne várjuk azt, hogy itt ilyen leszabályzott, ilyen kis majd én lelassulok. Tehát nem ez a jó. Tehát, ha egyszer pontosan, szépen, tempósan tudunk gondolkodni, akkor használjuk is ki ezt a lehetőséget, csak hogy ne ez a lehetőség vagy képesség használjon föl minket. Az a fontos. És ekkor ebből a bizonyos tiszta tudatból, a pillanatban való tisztán látó jelenlétből tudod uralni ezeket a karmákat. Előbb-utóbb. Különben tényleg a fal adja a másikat.
Oké? Egyéb kérdés? Én a magyar társadalomról kérdeznék, hogy azt tapasztalom, hogy igen. Egyre több a feszültebb, stresszesebb, negatív ember, vagy pesszimistább, vagy ez a magyarokat egy kicsit jellemző is, hogy miért van ez, vagy... Mert nem jönnek el a templomba meditálni, azért. Ugye nem azonosulnának annyira a saját véleményeikkel, és mernének a tényekkel szembenézni, belül és kívül, akkor nem lenne ez a vagy mániákus, vagy depressziós. Tehát népesség egyik fele mániákus, a másik depressziós, és néha ezek így átfedést mutatnak, tragédia. Tehát a projekciók legalsóbb szegmens az, amikor állandóan panaszkodunk. És ezzel egyenesen arányosan csodát várunk. Az egyik a mánia, a másik a depresszió. És hát, ha tényleg az ok és okozat helyes működésével szembenéztünk volna politikailag, gazdaságilag, társadalmilag, egyénileg, csoportilag, hát akkor nem lenne ennyi svájci frankos bedőlt hitel. Mert nem engedte volna meg a vezetés, hogy ez az országban elhatalmasodjon. Voltak és vannak olyan közép-európai országok, ahol a közgazdások és politikusok ráláttak ennek a hitelkonstrukciónak a veszélyeire, és nem engedték ezt a terméket a bankokba, leszabályozták, és nincs is ilyen probléma. Ez akut, tehát ez most körülöttem így csapkodott, mint a villám 3 évvel ezelőttől egész a mai napig. Életek dőltek be, sorsok törtek meg. Csak azért, mert az elit hozott egy nagyon rossz döntést, ne kérdezd a motivációt, hogy miért. Tehát ezen rossz döntések, téves nézeteken, kabzsiságon, és dühön alapuló helytelen döntések vezetnek egész társadalmak bedőléséig, 200 000 magyar katona haláláig a Donkanyarban. Teljes civilizációk bedöntését eredményezte az, hogy nem mérték föl, hogy egy adott városállamnak mennyi vízre van szüksége. Például Dél-Amerika. Jó? Tehát nagyon érdekes az, hogy a társadalom önismerete, mint csoport, történelmi tudatossága és önazonossága a jelenben milyen eredménnyel jár. Tehát biztos, hogy a társadalmi problémákat nem újdonatúj bronz szoborcsoportok felállításával fogjuk megoldani, hanem valami egyébbel. Csak ahhoz egy kicsit komolyabban kéne venni önmagunkat, és úgy meghatározni, hogy valójában mi a probléma. És merni szembenézni önmagunkkal, mint ember, mint család, mint társadalom. Amíg ez a szembenézés nem történik meg, addig a helyes helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és cselekvés sem történik meg, és akkor pótcselekvések vannak, szimulált kapcsolatok vannak, és eltorzult helyzetek keletkeznek ezáltal. És ez a probléma gyökere. Megint csak az önismeret, a világismeret, és az ok-okozatiság nem látásának a hibája. És ha ezeket merjük kijavítani, akkor a haza fényre derül. Ez úgy megválaszolta a kérdésedet? Tehát én látok olyan embereket is, hogy látszólag nincs problémájuk, tehát nincs svájci hiteljük, mégis panaszkodnak, vagy vannak önök, akik elhagyják az országot, mert azt mondják, hogy kevés a fizetésem, de nem Bangladesben élünk, vagy hogy mondjam, tehát végül is ez egy majdnem nyugat-európai ország, Magyarországon. És van egy ilyen panaszkodási hullám, a munkatársaimnál is látom ezt, és az embert így megmérgezi. Igen? Most tehát, panaszkodtál, hogy... észrevetted? Igen. Folytasd. Tényleg, az előbbi ugye, melletted ülő tisztelt hallgatónak mondtam, hogy ha változtatni szeretnénk ezen, akkor elsősorban a saját lelkünkön és hozzáállásunkon változtassunk. Eldöntöttem, hogy nem panaszkodok. Én eldöntöttem, hogy megcsinálom. Miért? A panaszkodás az a cselekvést óhajtja helyettesíteni a csodavárás által. Én panaszkodom bele a végtelenbe, és akkor valaki majd megoldja. Ez a mechanizmus. Ez nem megy. Nemzeti össztermékünk növekménye 2004 és 2014 között Magyarországon a 10 év átlaga 2,7%. A V4-ek mínusz Magyarország, tehát V3, átlaga 24%, 10 év alatt. Mert panaszkodunk.
mert széthúzunk, mert nincs nemzeti egység, és a nemzeti egység alapja sem lenne világos, ugye, mert azért nem csatlakoznak annyian, hogy ebbe én belépni, így ezt nem. Jó? Tehát kőkemény ismeret és tisztánlátás függő az egész. Hogy van egy olyan platform, amiben egyet tudunk érteni? Van-e egy olyan nemzettudat, amelyben meg tudunk nyugodni és fel tudjuk vállalni? Van egy olyan vezetési stílus, amit el tudunk fogadni? És amíg ez nincs, addig ilyen darabokra tört nemzettudattal fogunk egymás ellen harcolni a saját kis szekérvárainkban. És úgy a szabadságot, a saját kis szabadság ideánkat fogjuk lobogtatni, miközben darabokra törjük a nagyobb egészet. Úgyhogy szűnjünk meg panaszkodni, nézzük meg, hogy a bajok forrása valójában micsoda, oldjuk meg a problémákat pártállásra való tekintet nélkül, és ezt el kéne fogadni akkor is, ha éppen abban a pillanatban nem nekünk lenne igazunk. Ez nagyjából úgy lefedi a problémák természetrajzának a 90%-át. Sun Tzu úgymond megkérdezték, hogy mi a nehéz a gyakorlatban. Mindig azt mondta, zen very easy, a zen nagyon könnyű. És akkor valaki okos, ugye, okos ember, így megfordítja, és megkérdezi. De Sun Tzu annyi, akkor mi a nehéz? A 90 napos elvonulás? Azt mondja, hát a 90 napos az nagyon jó, mint egy 3 hónapos luxushajó utazás. Egybe van mindenki a hajón. Napi 3-szori étkezés, a kapitány ott van, a fedélzetmester ott van, mindenkire gondot viselnek, csak egyszerűen ott kell lenni a hajón, és megjelenni a különböző helyzetekben, gyakorolni, dolgozni, stb. Stb. Akkor mi a nehéz? A 100 napos elvonulás? Azt mondja, az ilyen nagy egyéni vakáció. Fölmész, elkezded az első napon, befejezed a 100. napon, közte pedig csak tartani kell az időbeosztást, nincs ez a semmi baj. Jó az. Az enközponti vagy a templomi élet, amikor beköltözöl, és úgy azt mondja, a templom meg az enket, az a legjobb hely a világon, mindenki van egyensúlyozva, mindenkinek megvan a dolga, nem kell annyit gondolkodni, ugye csak teszed a dolgodat, és közben így a tudatod tisztul, ugye a gyakorlat miatt. Hát akkor mégiscsak mondja már meg a kedves zenmester, hogy mi az igazi nehézség így a zenben. Hát az együttműködés. Angol together action. Az a nehéz gyakorlat. És hogyha megnézed, ez családi, össztársadalmi, emberi, nemi szinten, mint emberiség, ez a legnehezebb. Az, hogy végre találjunk egy olyan csatornát, platformot, amelyen keresztül együtt tudunk működni egymással. Érdemben, és nem felszínesen. És ez az együttműködés, ez a valódi kapcsolat megtalálása ember és ember között, kultúrák között, társadalmak között, ez mindig is a legnagyobb feladat volt. És ezt a mai napig úgy igyekszünk megoldani, hogyha erőpozícióban vagyunk, akkor ledózeroljuk a másikat, ha pedig kisebbségi pozícióban vagyunk, akkor megpróbáljuk elkerülni a ledózerolást. Ez a kétféle viselkedés van. Most mi lenne, hogyha nem így gondolkodnánk, és nem ledózerolás per ledózeroltatás lenne a gondolatvilágunk alapja, hanem másképp gondolkodnánk az emberi kapcsolatokról, társadalmi hierarchiáról, családi és egyéb berendezkedéseinkről. Ez mind a lehetőségeink között van, csak ahhoz a tudatterének, tudattisztaságának nagyobbnak kéne lenni, mint az a konfliktus, amelyik felrobban benne. Ugye? Tehát, hogyha a tartálynak nagyon-nagyon nagy a befogadó képesség, akkor benne akármi robban föl, az visszhangot az ver, de a falat nem törik ki. Nálunk pont fordítva van legtöbb embernél, annyi mindent beletett már a kis lelkébe, hogy a legkisebb feszültség és robbanás totális működésképtelenséget, kitörést vagy beomlást, explózió vagy implózió eredményez. Nem takarítottuk ki magunkat, nem tisztult meg a lélek, nem vált látóvá a tudat. De ha ezt az attitűdöt megváltoztatjuk, és szépen ellenén, akkor a ragaszkodás, a hamis azonosulás, a probléma teremtés, a panaszkodás, a dualisztikus illúziókhoz való ragaszkodás helyett mindazok az emberi értékek előjöhetnek, amelyek segítenek magunkon és másokon egyaránt.
Ez mind lehetséges. Tehát a szabadságunkat nagyon sokféle módon tudjuk érvényesíteni. Önsorsrontó módon, és a sorsunk megoldását, az útunk járását is segítő módon. Tehát mindenki néha mondja, jaj, hát hogyha ránézünk itt az életre és halálra, hogy milyen kevés szabad akaratunk van. Ugyan már, az néha még sok is. Amennyi hibát el tudunk követni, ugye? Hát ahhoz képest még túl sok is volt az a szabad akarat, hogy én ezt nem gondoltam, hát jobban korábban. Na hát. Jó, tehát a szabad akaratból pont annyi van, amennyit csinálsz magadnak. És minél jobban élsz a szabadságoddal, annál több lesz belőle. És minél rosszabbul élsz a szabadságoddal, annál jobban elfogy. Én egy fogalomhalmazban szeretnék egy kicsit jobban eligazodni, és ebben kérnék segítséget. Ezek pedig azok lennének, hogy vállalt feladat, kötelességtudat, felelősségtudat, a társadalom által előírt értékek, illetve a belső értékek, belső hitrendszer és belső igazságérzet, hogy ezek között hogyan találkozik. Órabérbe válaszoljak, vagy teljesítményre? Hogy legyen? Ha ezt ilyen szépen fel tudtad sorolni, akkor miért van még rám szükség? Hát ezt is szépen érkezési sorrendben felsoroltad, ez nagyon jó, és erre mind-mind szükség van, amit elmondtál. Na most az ezek közötti viszonyrendszer felállításán több száz éve dolgoznak filozófusok, társadalomtudósok, tanítók, tanítványok, pápák és pópák. Mit szeretnél úgy konkrétan hallani, mert olyan szépen felsoroltad az emberiség legnagyobb dilemmáit és a konfliktusok gócpontjait, hogy ezért csak gratulálni tudok. De hogy ezek után mit vársz tőlem, azt érdeklődéssel hallgatom. Azt, hogy hogyan tudom megkülönböztetni őket. Úgyhogy nagyobb szünetet hagysz, amikor felsorolod őket. Tehát akkor nagyobb lesz a tér köztük. Ugorjunk neki még egyszer. El tudja ismételni, komolyan virágot hozok neki. Mi volt ez a fogalomsorozat? Vagy ahogy mondtad, fogalomhalmaz? Fogalomhalmaz. Ismételd el. Vállalt feladat. Oké, stop. Vállalt feladat. Utána mi hangzott el? Utána a felelősségtudat. Látod, már nagyobb tér volt a felelősségtudat és a vállalt feladat között, így a kapcsolatokat is jobban lehet látni. Amit elvállalsz, csak azért tudsz igazán felelősséget vállalni. Amit a társadalom rád oszt, vagy a főnök, és igazából nem hiszel benne, nem tudsz vele azonosulni, ott a felelősségtudatod is csökken. Nézd meg a tehetségtelen, de megbízható apparátust. A lehető legrosszabb hatékonysággal és borzasztó hibákkal dolgoznak, és a válasz mi, hogy mindent ki akarnak magyarázni. Lépjünk tovább. Kötelességtudat. A kötelességtudat is ugye kívülről és belülről egyaránt eredhet, és akkor meglátod azt, hogy te szívvel, lélekkel elvállaltad, magyarul magadat kötelezted valamire, amiért tudsz felelősséget is vállalni, és egyben a társadalomnak is ilyen formán hasznosabb lehet. Vagy pedig valaki téged kívülről kötelezett arra, hogy... Na most van átmenet, amikor téged kívülről köteleznek, és a kötelezettség mellé még motiválnak is, vagy zsarolnak. És ekkor részt veszel saját magad sorsának az elrontásában, amennyire követed ezt a külső kényszert. Tehát alkalmazkodni kell, kompromisszumot kell kötni, de önsorsrontásban nem lenne szabad részt venni. Ekkor van az, hogy az alkalmazott stabilan gyomorfekét kap, mert annyira elvállalt azt a kötelezettséget, amelyet ugyan nem kellett volna, le lehetett volna alkudni, de nem mert a főnökkel beszélni. És ekkor a vállalt kötelezettségből hatalmas problémák lesznek. Pedig nem kellett volna azt olyan mértékben. Nem kellett volna, hogy én elhiszem magamról, hogy az az enyém, de valójában nem. Én azt szeretném, hogy az én motivációm legyen, de nem, azt kívülről injekciózták belém. És ezért van esmételten és innen újból meglátva az önmagunkhoz való őszintességnek óriási jelentősége, mert ez a lelki immunrendszerünknek és a lelki egészségünknek a záloga. Tehát, hogyha magunkat megvakítjuk, és magunknak ilyen kis illúziókat dobunk föl, mint táplálék, pillanatok alatt az ember
igazi érzékszerve, igazi érzékeny lelki minőségei, azok csorbát szenvednek. Na most vannak olyan lelkák, akik iszonyatosan érzékenyek, de nem tudják elviselni a saját érzékenységüket. És ez azért fontos, mert az érzékenység mellé az erő is, a stabilitás is, a kimozdíthatatlanság is párosuljon. Tehát az nagyon könnyű, hogy valaki, mint az állat, olyan, hogy erős, de nem érzékeny. Aztán már egy érzékeny. És bármit így, egy ilyen kis fricska, és kész, eltörik a mécses. Na most mi lenne, hogy ezt a két minőséget úgy ötvöznénk, hogy ez az anyagi világban nincs, hogy egyszerűen szuper könnyű, és szuper erős. Szuper érzékeny, és szuper ellenálló. Nagyon mozgékony, nagyon dinamikus, de fantasztikusan önálló gravitációs középpontja van, és nem hajlandó kimozdulni akkor, hogyha valaki csak így oldalba taszajtja. Ó, te még más itt a kapcsolati hálóban és a fogalmak halmazában? Volt még. Soroljuk fel. A társadalom által meghatározott értékek. Az, mint a főnök nagyjából, mert az közvetíti. Tehát a társadalom által meghatározott értékekben azért érdemes így elgondolkodni, mert amennyire belül ezekre az értékekre te rálátsz, annyira döntesz tudatosan, hogy mi az, amit fölválasz belőle. És a fölvállalt értékekhez való viszonyod dönti el, hogy milyen csoportokban fogod otthon érezni magadat. Tehát akik hasonló értékrendet vallanak, azok természetesen egymáshoz gravitálnak. Egymáshoz fognak tartozni. Birds of a feather flock together. És ez azért fontos, mert hogyha nem kellő átlátottsággal döntesz értékrendek felvállalásáról, akkor hirtelen olyan társaságban találod meg, hogy én hogy kerültem ebbe a teljesen kriminális helyzetbe, és bűnözők vesznek körül. Na, milyen értékrendet vallasz? Mert valószínűleg ezért kerültél nagyon olyan helyzetbe, amilyenbe, olyan csoportba, amilyenbe. Ne lepődjünk meg. Következő fogalom. Hát eljutottunk a belső értékekig. Sikerült. Jó, tehát nagyon-nagyon nézzük meg, hogy ezeket az értékeket, kötelezettségeket hogyan vállaljuk föl. Mert az értékből, amit fontosnak tartunk, meg akit fontosnak tartunk, abból mi szívesen vállalunk föl kötelezettséget. Hiszen ezek a kötelességek, ezek akkor boldoggá tudnak tenni, értéket tudnak teremteni. És így lesz a szabadságból egy tudatosan felvállalt kötöttség. Mert nekünk ez így jó. Mert ezt szeretnék. De ennek a döntésnek az alapja legyen tiszta nagyon. És ezt tudati gyakorlat nélkül, kis belső suvix nélkül azért nagyon-nagyon kevesen tudják el. Nagyon kevesen hoztak olyan magasrendű lelkiséget, karmát magukkal, hogy rásegítés és tisztogatás nélkül ezek úgy nagyon flottul menjenek. Tehát nézd meg, csak gondolj vissza a tinédzser önmagadra. Próbáld meg. Kemény, mi? Tehát visszaemlékszel, hogy 12 és 15 éves korod között abban a kis gyöngét 3 évben te mit tettél magaddal és a szüleiddel, csak azért, hogy individuumnak és egyénnek és független léleknek érezd magad, és hogy az legyen, amit te akarsz. És hát nem egyszer, nem kétszer úgy dáztuk meg a pofonfát, hogy nem is tudtunk elugrani alóla. Tehát vagy belül, vagy kívül, de kaptuk a taslikat azért, hogy ezek a taslik, traumák, konfliktusok tegyenek minket olyanná, amilyennél mi valójában szeretnénk válni. Aztán ez lett az eredmény, ez a mostani állapot. Nincs vége? Ez a jó, nincs vége. Egyébként így intermedzóként szeretném a szabadság fogalmát egy másik oldalról megvilágítani. Abban a megtiszteltetésben lehetett részem, hogy pár évvel ezelőtt a szegedi csillagbörtönben taníthattam fogvatartottakat. A kollégina életvezetési tanácsadással látta el őket, én pedig a meditáció rejtelmeibe igyekeztem beavatni azokat, akik egyébként érdeklődtek. Ez olyan 1% körüli népesség volt a fogvatartottak köréből, és a parancsnok pedig kirendelte az őrszemélyzetnek is az okítást, hogy hogyan lehet a BVI-ben büntetés végrehajtási intézet. Nem börtön, olyan nincs. BVI van. Tehát az ott eltöltött idő hatékonyságát növelni. És azt találtam mondani, hogy a kötöttségek között tessenek a szabadságot megtanítani
a fogvatartottaknak. Ez egy kicsit kiverte a biztosítékot, miközben azért, mert nem ehhez szoktunk. Azt kell megtanítani neki reggel, mikor kell fölkelni, hogyan álljon sorba, hogy tartsa előre a kezét, amikor esetleg kényszerítő eszközt kellene alkalmazni, stb. Tehát a tudatnak azt a szabadságát kellene a legkötöttebb helyzetekben is megtanulnunk, amit elvesztettünk, és azért kerültünk ilyen kötöttségek közé. És a fogvatartottaknál nem az a legnagyobb hiba, hogy szerencsétlen leszedálja magát bizniszel, elpazarolja az idejét, különböző töltelékekkel, tudati és egyéb töltelékekkel próbálja meg az idejét kitölteni. Nem az a legnagyobb baj, hogy nem óhajt magára belül rálátni, és ezért sem volt olyan népszerű a meditáció, mert az pont ezt hozta volna. És akkor tört meg egy picit a jég, amikor azt mondtam, hogy te azt gondolod, hogy a falakon kívül az emberek lényegesen szabadabbak, mint te? És akkor persze, azt csinál, amit akar. Emel szórakozni, randizhat, meg minden. Igazad van, abban mondtam neki, hogy itt te ne randizzál, mert ez sokkal másabb eredményt hozna, meg ugye, szórakozni nem úgy szoktatok itt bent, ahogy odakint, ugye diszkóklub meg hasonló, de a kinti börtön a tudat kinti szabadságának az elvesztése vezetett ahhoz, hogy te ide bekerülj. Tehát valamit nem láttál át, és nem mondd nekem, hogy te rossz helyen, rossz időben voltál, hogy mindenki ártatlan egész addig, amíg be nem csukják. Tehát itt csupa ártatlan ember ül, végig. Na de az a szabadság, amit te megtapasztalhatsz itt belül, az a külső, az életvezetésedet érintő szabadságnak is az áloga. A helyes működés, a lélek helyes ismerete, a világ helyes ismerete. Ez annak az áloga, hogy te ide nem kerülsz vissza. Miért van annyi visszaeső? Nem töltöttek elég időt rácsok mögött? Nem voltak eleget fogvatartva? Azért vannak visszaesők, mert azokat a szokásokat nem voltak hajlandók megváltoztatni, amelyek először belső börtönbe zárják őket, aztán pedig külsőbe is. És azok, akik a saját lelkük börtönében ülnek, azok sokkal, de sokkal többen vannak, mint azok, akik ténylegesen fizikailag rács mögött vannak, akiket bezártak. Azért, mert mások szabadságában kárt okoztak, mások vagyonában, életében kárt okoztak, vagy testi épségében. Úgyhogy a belső és a külső börtön, a belső és a külső szabadság, az az a fogalom, amivel egy kicsikét gondolkodjunk el, és próbáljuk tisztán látni ezeket a fogalmakat. Mert hogyha a belső börtönödből nem szabadulsz meg, akkor az előbb-utóbb egy nagyon kemény külső helyzetet eredményez, hova tovább fizikai fogságot. Néha a bírósági és BVI rendszer által kirótt fogvatartást. De nézd meg azt, hogyha nem érzed magad szabadnak, akkor mi az, ami fogvatart, ki az, aki fogvatart. Úgyhogy ezen szabadság meglátásához mind belül és kívül kívánok mindenkinek sok erőt, kitartást, tudati tisztaságot és tudatosan felvállalt kötelezettségeket, és végül, de nem utolsó sorban korrekt emberi együttműködést. Köszönöm a figyelmet!